Jó napot kívánok, ez itt a Szubjektív. Vendégünk Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség topolyai egyéni jelöltje. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Izgul a vasárnapi választások miatt, a tartományi választások második köre miatt, vagy ennyi év tapasztalat után már nincs meg az emberben ez az érzés? Ó, dehogy nem. Hát én minden választás alkalmával izgulok, és az adrenalin szintem az napról napra nő. Hát ezt be kell vallani. Emberek vagyunk, tehát természetesen izgulok, de hát bízok a szavazópolgáraimban, bízok a topolyakban, hiszen az a támogatást, amit május 6-án kaptam a szavazópolgároktól, úgy tiszta szívből elvárom, és hát amit tehettem, megtettem annak érdekében, hogy felkészülten várjam a május 20-ai választások második menetét. Első fordulóban szinte dupla annyi szavazatot szerzett, mint ellenfele a szocialista pártból. Még többet? Hát 4400 szavazat különbség volt köztünk, de hát ez nem jelent semmit. Tehát mindig reálisan próbálom tekinteni a választásokat. Sose nem lehet tudni, mi történik a második körben, vagy a kör előtt. Ezért én mindig komolyan készülök a választásokra. Tehát természetesen még egyszer szeretném aláhúzni, hogy várom azt, hogy a topolyai polgárok, a községpolgári kimennek szavazni, és megtisztelnek bizalmukkal. De mégis milyennek méri fel saját esélyeit? Hát jóknak, őszintén. Tehát én a reményt és a meggyőződésemet nem vesztettem el, tehát nem arról van szó, csak minden politikusnak, aki politikával foglalkozik, bizonyos kérdésekben, bizonyos akár választások idején is óvatosan kell, hogy reagáljon, és természetesen amikor a saját munkámat nézem, és azt, hogy megpróbáltam tényleg botránymentesen, szavahihetően, és hát egyszerűen principiálisan politizálni, akkor meg azokat a dolgokat, amit tettem az elmúlt időszakban, akár Topolya községért, akár a Vajdaság autonóm tartományért, úgy semmiféle önteltség és semmiféle öntömjénezés nélkül azért megpróbálom elhinni azt, hogy azért több a pozitívum, amit tettem az elmúlt időszakban, mint a negatívum. Kinek a szavazataira számíthat? Tehát főleg gondolok azoknak a pártoknak a szimpatizánsaira, amely pártok képviselői kiestek az első fordulóban. Én elsősorban nem ilyen értelemben, hiszen egyetlen egy párt sem keresett meg a Vajdasági Magyar Szövetségen kívül, hogy akinek a jelöltje vagyok, és a támogatását, jelölését élvezem. Egyetlen egy párt sem keresett meg az elmúlt 10 napban, viszont én a polgárokba bízok. Tehát a választó polgáraimba, akik eddig is támogattak a munkámban. Ez a legnagyobb erő, amit az ember kaphat, ha a politikával foglalkozik, ha a képviselőként dolgozik, és ez hála jó Istennek az elmúlt időszakban megvolt. Tehát én ismét elsősorban a Topolya község választópolgáraira számítok a második körben. Az ön háta mögött több mandátum is áll, tehát már egy nagy tapasztalata van. Mi az, amit még szeretne megvalósítani? Tehát, hogyha bekerülne ismét a tartományi képviselőházba, mi lenne az, amit mindenféleképpen szeretne folytatni, megvalósítani? Hát sok kérdés van. Tehát sok témával foglalkoztam az elmúlt időszakban. Ez az utolsó mandátumom, tehát a mostani mandátumom végén vagyunk, ugye. Ebben a majd 4 éves időszakban elsősorban a regionális együttműködést erősítettem, itt gondolok Vajdaság tekintélyének az erősítésére az európai intézményrendszerben, a régió közti együttműködés tekintetében, de foglalkoztam az érzékeny kérdésekkel is, tehát én nem menekültem a problémák elől, akár a nemzeti alapon történő incidensekkel kapcsolatban, tehát a biztonságpolitikai kérdéskörben is nem egy olyan konkrétumot tettünk, illetve tettem meg, amellyel hozzájárultunk, hogy Vajdaságban a békés együttélés biztosítva legyen. De ugyanakkor akár az új statútumnak a meghozatalában elég aktív szerepet vállaltam, hiszen vállaltam azt, hogy 2009-ben egy olyan légkörben, egy olyan politikai légkörben vagy hangulatban ellátogassak Szerbia nagyobb városaiba, hogy azt a nyomást, amit akkor végeztek rám és a tartományi parlamentre, a tartományi adminisztrációra, hogy enyhítsem. Tehát valamiféleképpen kompenzáljam azt a politikát mindenhol Szerbiában, amelyért hát én személy szerint is síkra szálltam. Tehát egy olyan európai Szerbiának a biztosítása, amelyben bizony Vajdaság nem csak szavakban
fog európai régióként élni, hanem a gyakorlatban is. Tehát számtalan olyan kérdés van még, amit megkezdtem, és szeretném természetesen folytatni azzal, hogy a polgárok támogatására mindenféleképpen számítok. Szerintem erről már a múltban biztos sokszor beszélt, de érdemes lenne felidézni, hogyan fogadták akkor mondjuk rá a Belgrádtól délebre eső területeken Vajdaság statútumának az ötletét? Tudták-e, hogy miről van szó? Hát néhány anekdotán van természetesen ebből az időszakból. Egyik alkalommal pontosan abban az időszakban Slavica Gyukić Dejanović házelnökasszonnyal, a szerbiai házelnökasszonnyal jártuk be ezt a területet, és például Jagodinában a Pálma polgármester úrra volt egy elég kemény vitám a sajtótájékozató nyilvánosság előtt, amikor hát persze elkezdte szeparálni Vajdaságot, hogy milyen szeparatista politikát folytatunk mi, hogy mi mindenféle brüsszeli irodát akarunk megnyitni, amely hát Vajdaság első diplomáciai képviselete lesz Európában. És abban a pillanatban a média előtt hát az emberek fel kell találnia magát, és azzal válaszoltam neki, hogy na, akkor most álljunk meg polgármester úr egy szóra. Én azt javasolom, hogy Sumadia, ugye, és Vajdaság közösen nyissa egy irodát Brüsszelben, hát az költségek is feleződnek, tehát kisebb költségek lesznek, és együtt tudjuk majd képviselni, ugye én Vajdaságot, vagyis mi Vajdaságot, hát ő, illetve a Sumadiák pedig a Sumadiákat Brüsszelben. Erre még állt azt mondta, oké, de akkor ezt tegyük bele a statútumba. Hát azt nem bírom megtenni, hát a Vajdaság statútum az a Vajdaságról szól, nem pedig Sumadiáról. Tehát volt ilyen érdekes beszélgetés erre a témára, de valójában én ott tapasztaltam meg először, tehát 3 évvel ezelőtt, az, hogy igenis Szerbia, tehát szűkebb Szerbia, vagy a központi Szerbia részében is létezik a regionalizációnak, létezek hívei. Tehát nem kell kitalálni, Szerbia egy nagyon központosított állam. Látjuk azt, hogy mai napig Vajdaságot, amennyire csak lehet, a hatáskörét leszűkítették. És nagyon nehéz kiépíteni azt az autonómiát, amelyet minden jóérzési és jószándékú ember úgy érzem, hogy elvár. Tehát gondolok itt a vajdasági valós autonómiára, törvényhozó, végrehajtó és részben igazságügyi funkciókra. Szerbiában, szűkebb Szerbiában ugye nem hallottunk arról, hogy volna ilyen igény. Tehát volna egy igény akár az autonómia bizonyos fejlesztésére. De ott láthattam, akár Nisben, akár Jagodinán, akár Novi Pazárban, ahol voltunk, hogy igenis van egy reális elvárás a decentralizációra, vagyis a regionalizációnak kialakítására. Ők ezt másként nézik, tehát ők másképpen állítják be, hiszen sem Sumadiának nem volt a történelemben hagyománya az autonómiával kapcsolatban, a regionalizációval kapcsolatban. Nem úgy, mint Vajdaságnak. Persze, ezt tudjuk, igen. Így van, ezért mondom én azt, hogy de van igény. Tehát van igény, és úgy látom, hogy a választások azért Szerbiában jelenleg, legalábbis a szerb parlamenti választásokat veszik figyelembe, akkor felszínre került ez az igény, a regionalizációnak a szükségessége. És Jagodinán a zsiráfot látta, a híres zsiráfot? Nem, akkor éppen nem volt zsiráf, úgyhogy igen, nem voltunk a zsiráf. Hát erről lemaradt. De az állatkertet megnéztük, úgyhogy igen, ott voltam, persze. És ön szerint lenne lehetőség egy következő mandátumban, a következő ciklusban bővíteni Vajdaság autonómiáját? Tehát lát-e erre hajlandóságot, vagy most így leálltunk? Hát először is el kell mondanom azt, hogy ahogy én tapasztalom, Szerbia elindult az európai integráció útján. Ez egy nagyon rögös út. Sajnos ma a választási kampány hevében erről kevesebbet kell az embernek beszélni, és sajnos a szerbiai politikusok nem is nagyon beszélnek róla. Csak az ígéreteket teszik az európai úttal kapcsolatban. Ez egy rögös út. Viszont Szerbiának nincs más alternatívája. Tehát kell választani a jelenlegi állapotok és egy jövőbeli, mondjam, egy perspektívább, egy sokkal komolyabb perspektívákkal rendelkező jövő között. Hát ezek komolyabb perspektívákkal rendelkező jövő az Európai Unió. És ezen az úton Szerbiának számtalan lépést meg kell tennie, annak érdekében, hogy versenyképessé váljon az Európai Unióban, mint ország, mint állam. Elsősorban az alkotmányreformra szükség lesz. Nem véletlenül mondtam az imént azt, hogy akár a vajdasági autonómia kérdéskörében meg kell változtatni, illetve erősíteni kell a Vajdaság helyzetét a szerb jogrendben. De ugyanakkor figyelembe kell venni a szerb, mondjuk is Szerbián belüli egyéb más elképzeléseket, illetve a regionalizációval kapcsolatos álláspontokat, és ezeket figyelembe véve be kell építeni egy európai Szerbia új alkotmányába egy valós, reális kereteket,
a decentralizáció tekintetében. Tehát Vajdaságnak meg kell kapnia az autonómiának a legmagasabb fokát. Ez azt jelenti, hogy Vajdas, és én személy szerint is ezért szállok síkra, hogy Vajdaságnak komoly belső önállósággal kell rendelkeznie a szerb jogrenden belül. Úgy politikai, de elsősorban gazdasági belső önállóságra van szükség, és nem más miatt, tehát nem a szeparáció, a szecesszió miatt, hanem elsősorban a versenyképesség miatt, illetve, hogy Vajdaság fejlődhessen. A jelenlegi keretek, amelyeket a szerb alkotmány biztosít számunkra, ezek nagyon beszűkültek. Ez ma már valójában nem reális keret, ha a jövő európai Szerbiáját tekintjük alapul, és én azért szállok síkra, hogy ez a folyamat felgyorsuljon, és elvárom, vagy várom azt, hogy akár a következő parlamenti ciklus, vagy a következő mandátum végéig, hát egy újfajta szerb alkotmány, vagy módosított alkotmánynak kell létrejönnie ahhoz, hogy Szerbia valójában felkészülten várja az európai csatlakozást. De lát hajlandóságot erre az alkotmánymódosításra? Hát ami a hajlandóságot illeti, jelenleg nem. Nem. Jelenleg csak a szavak tükrében láthatjuk mindezt, de úgy érzem, hogy az élet rá fog bennünket kényszeríteni, és rá fogja kényszeríteni az államvezetést arra, hogy figyelembe véve az európai elvárásokat, és azoknak eleget téve megtegye ezeket a fontos lépéseket. Említette a gazdaságot. Ismét ezt mondom, hogyha sikerülne ebbe a ciklusba is bejutni a tartományi képviselőházba, lenne lehetősége bármit megtenni Topolyáért, tehát ami munkahelyteremtést illeti, új beruházókat, vállalatok nyitását? Ez egy érdekes kérdés, mert a tartomány valójában csak a kapcsolatrendszeren keresztül lehet elérni azt, hogy akár külföldi tőkét vonzunk Topolyára, illetve Vajdaságba. Az elmúlt időszakban mondjuk sikerült, akár a legfrissebb példát elmondhatom, hogy körülbelül több mint egy hónappal ezelőtt írtuk alá azt a megállapodást a németországi barátainkkal, akik támogatják a Topolyai Szennyvíztisztító üzemnek a felépítését. A látványterv már elkészült, most információim szerint készül a főterv, és nagy valószínűséggel őszre vagy késő ősz folyamán elkezdődhetnek a munkálatok, amely 3 évet vesz igénybe, tehát az alapkületételtől mondjuk az üzem megnyitásáig 3 év telik el. Ez jelenleg a legmodernebb európai projektumok egyike, és kb. 10 millió eurós beruházásról van szó, mely 85%-ban a németországi barátaink, tehát elsősorban Baden-Württemberg tartomány, a német szövetségi kormány és Ulm városa, valamint európai eszközökből fogjuk biztosítani a pénzt. Ami nagyon érdekes egyébként, és mondhatom, ma mondom el ezt a legelőször, nyilvánosan épp ma kaptam az információt, hogy július 5-e és 9-e között lesz Ulmban ugye a Duna Fesztivál keretén belül egy Duna konferencia, amelyen várhatólag jelen lesz Annette Chavan asszony is, a német szövetségi kormány fejlesztési miniszterasszonya, aki egyébként a Blue Danube, vagy a Blau Donau projektumnak az eszmei szerzője, és ott ezen a konferencián lesz bemutatva, mint pilóta projektum, lesz bemutatva a Topolyai Szennyvíztisztító üzem. Tehát úgy érzem, hogy nemzetközi tekintetiben is egy nagyon pozitívum Topolya szemszögéből, hogy jelenleg vagyunk akár egy ilyen beruházás tekintetében, de ez csak egy momentum, hiszen amennyiben ez megjelenik, én még vagyok róla győződve, hogy a németországi barátainkon keresztül is, illetve nemzetközi kapcsolatainkon keresztül is meg fognak jelenni külföldi beruházók, akár Topolyában is. De Topolyának is nyitottnak kell lennie. Tehát nem lehet egy zárt közösség, ami a beruházásokat illeti, és sokkal szabadabban és nyíltabban, őszintébben kell fogadni a külföldi potenciális beruházókat. Ebben én segíteni akarok. Tehát az én kapcsolatrendszeremet felajánlom természetesen az önkormányzat, mint ahogy eddig is tettem, de úgy érzem, hogy azokon a régiók közti együttműködéseken keresztül, amelyek nem csak politikai jellegűek, hanem gazdasági jellegűek, tényleg tudok segíteni, és akarok is segíteni a topolyai községnek. Ez a nyíltság eddig nem volt jellemző? De jellemző volt a nyíltság, de a nagy rohanásban, a nagy problémák, kérdések megvitatásában nem volt mindig előtérben ez a kérdéskör, de én bízok benne, hogy ez a jövőben meg fog változni. Maradjunk a választásoknál. Egyrészt, ami május 6-át is illeti, és most május 20-át Topolyán voltak-e bármiféle szabálytalanságok, vagy megvesztegetési kísérletek, ilyen különböző csomagfelajánlások, ajándékok? Hát a választási kampány hevében természetesen voltak
Ezt elsősorban hát önkormányzati szinten kell értékelni és megnézni. Volt itt kávéosztás, volt 10 euró, meg 2000 dináros osztás, illetve adás, akár az aláírásoknak a gyűjtése tekintetében. Tudtam mal egy-két listát az önkormányzati választásokon, egy-két politikus vagy politikai szervezet így szerzett a polgárok részéről. Hát ez eléggé bestelen dolog, úgy őszintén megmondjam, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetségnek nagyon nagy előnye és erénye a választási kampányban az volt és az, hogy nagyon tisztességesen folytattuk a kampányt. Hát az álmunkba se jutott volna eszünkbe az, hogy akár nem tudom milyen apró pénzzel megpróbálják megvenni az embereket, kivinni az embereket szavazni. Én úgy érzem, hogy sokkal nagyobb a tét, mint hogy rövid távon kihasználjuk az egyszerű polgárnak a jó hiszeműségét. Én úgy érzem, hogy a mi nyíltságunk az őszinteségben van, és abban, hogy nem ígérgetünk fűt meg fát az embereknek, és hát ilyen értelemben nem vásároljuk meg a szavazatokat. De ez a fűtfát ígérés őszintén ön szerint befolyásolhatja a szavazókat? Tehát így valóban meg lehet szerezni valaki szavazatát? Én azt hiszem, az a tapasztalat, hogy bizonyos szociális körök tekintetében igen. Azért mondom ezt, mert nagy a szegénység. És én tisztában vagyok az embereknek a szociális gazdasági helyzetével, a munkanélküliség nagyon nagy, és sokszor az embernek akár az 1 vagy 2000 dinár is nagyon sokat jelent. De erre nem lehet építeni politikát. Tehát nem is szabad építeni politikát, hiszen ennek semmiféle alapja nincs. Hosszú távon bizonyára nincs. Hiszen ahogy ma az az XY ember aláírt az egyik pártnak, holnap után aláír a másik pártnak, vagy a harmadiknak, csak azért, mert esetleg kap 2000 dinárt, vagy kap egy élelmiszer csomagot. Én úgy érzem, hogy ez nem megoldás, és sajnos hogy egyes politikai pártok ezzel visszaéltek és visszaélnek. Ezt nem szabad megengedni. Én úgy érzem, hogy a választási törvényt kéne módosítani bizonyos értelemben, és ezzel el kell nagyon komolyan gondolkodnunk a következő időszakban, hogy az ilyen lehetőséget kizárjuk. Tehát kizárjuk abból, hogy manipulálhassunk az emberekkel, tehát manipulálhatnak egyesek az emberekkel. Igen, hogy Pásztor István tegnap nyilatkozta Magyar Szónak, hogy igen, ez a vonatkozó törvényben nincs benne, de valószínűleg azért, mert a jogalkotónak eszébe se jutott, hogy a 21. század Szerbiájában ilyesmi előfordulhat. Tehát úgy tűnik, hogy szintén nekem sem, mint politikusnak, mint polgárnak, hogy milyen furfangos dolgokat ki lehet találni egy kampányban, csak azért, hogy kihasználják a polgárt. Ez nagyon csúnya. Ez olyan, mint amikor meglopják a választásokat. Attól undorítóbb és attól aljasabb tettet szinte nem lehet kitalálni, hiszen milyen hatalom az, aki képes arra, hogy a saját szavazó polgárát meglopja. Hát ez például a Vajdasági Magyar Szövetségtől mindig távol állt, és eszünkbe nem jutott soha, hogy akárcsak megkíséreljük ennek a tettnek a végrehajtását. Ezt is valójában bizony szigorítani kellene a választási törvény ezen szakaszait, amelyek pontosan a választások tisztaságáról szólnak. Nekünk a választások tisztaságáról van szó, és ezt kell nekünk biztosítani jövőben. Ön egyébként hogy szólította meg a választókat? Hát én úgy szólítottam meg, hogy természetesen megköszöntem a bizalmat, és elmondtam azt, hogy én egy elvszerű politikát folytattam a Vajdasági Magyar Szövetség politizálása mentén, hogy ezt az elvszerű politikát szeretném folytatni, hogy szavahihető voltam. Hát botránymentesen politizáltam, mert azért nem arról vagyok híres, hogy botrányokkal teli politikus vagyok a politikai életben, és szeretném ezt a bizalmat megkapni a választópolgáraimtól. Arra gondoltam, hogy tehát a személyes kontaktusra helyezte a hangsúlyt a kampány ideje alatt. Hát akár most az utóbbi napokban is, főleg itt a második kör előtt, ma például ellátogattam Bácskaútfalvára, Bajsára, illetve Zentagunarasra. Tegnap Kavillón voltam, Gunarason voltam, Topolyán voltam. Tehát számomra a közvetlen kapcsolat, a polgárokkal nagyon fontos. Hiszen az a legfontosabb, hogy akár elmegy az ember a piacra, és a piacon találkozik az emberekkel, és ott hallja meg, hogy mi a gond, mi a probléma. Én nem menekültem ezektől a problémáktól soha. És nem is fogok a jövőben sem menekülni. Én szembesülök ezekkel a problémákkal, ahol tudok, ott segítek. Ahol nem tudok, akkor nem bírok segíteni. De a szándék az biztos, hogy megvan bennem, higgyel. Szóval nem azért, hogy öntömjézzem magamat, vagy dicsérjem önmagamat, de tényleg megvan. És az a kommunikáció, ami létrejön az ember és a polgárok között a legfontosabb. Ezért például az elmúlt időszakban nagyon büszkén, elnézést, nagyon büszkén mondhatom azt, hogy
a vajdasági parlamentet megnyitottuk a polgárok előtt, és egy nagyon jó beállított rendezvényünk volt, ugye a parlament nyitott napjai, amelyek minden hónap utolsó szombatján szerveztük meg, ahol a polgárok nyíltan, őszintén egy téma keretén belül jelen lehettek, kérdezhettek, kezdeményezhettek, illetve véleményt mondhattak mindarról a folyamatról, ami az országban, illetve a vajdaságban történik. Én ezt szeretném persze továbbra is folytatni, hiszen a parlament az nem lehet egy zárt intézmény, nem lehet egy aranykalitka, ahogy én neveztem. A parlament az a polgároknak a képviselete, a parlamentben olyan emberek kell, hogy jöjjönek, akik méltóképpen képviselik a vajdasági polgárokat. Így mondjuk akár a vajdasági magyarságot is, hiszen nagyon fontos az, a mostani választások arról szólnak, hogy hogyan erősítsük meg a vajdasági magyarság érdekképviseletét a Vajdaság Autonómtartomány képviselőházában. Ha találkozásoknál tartunk, így műsoridónk végén még egyetlen kérdésem lenne, tehát az a sok év alatt, amit politikusként utazott, látott, emberekkel találkozott, melyik találkozást emelnék ki, tehát melyik maradt még úgy legjobban a szívében, emlékezetében? Hát igen, most a szívembe döfött egyet egyébként, megmondjam őszintén. Én sokat beszéltem a választási kampányban a találkozásaimról, különböző államférfiakkal, régiók vezetőivel, miniszterelnökökkel, parlamenti elnökökkel. Egyetlen egyről nem beszéltem. És nem azért nem beszéltem, mert nem kellett volna arról beszélni, hanem azért, mert ez a legemberibb találkozásom életemben, és amit véletlenül sem akartam, és nem akarok kihasználni választási kampányra. De ha már megkérdezte, hogy melyik az a legmélyebb és legemberibb találkozásom, az a Szent Atyával volt, tehát 16. Benedek pápával. Az a szerencse élt, hogy tavaly november 11-én találkozhattam Szent Atyával a Vatikánban, audienciáján, 5 percig találkoztam a Szent Atyával, beszélgettünk 5 percig, és tiszta szívből kívánom minden polgárnak, minden polgárnak, hogy élje meg azt a felemelő érzést, amit én megértem. És mindig meghatódok, mikor erről van szó, és elnézést kérek, mert az a melegség, az a tisztaság, és az az őszintesség és alázat, amelyet a Szent Atya átruházott rám, ez örök életemben meg fog maradni. És kívánom mindenkinek, hogy ezt az érzést élje meg, adját a családjának, adját a baráti körének, adját a közösségének. Leírhatatlan érzés. És a hit, az erő és a jövőképnek az erősítése mindenféleképpen ebben a találkozóban benne volt. És benne van. És bennem is megvan. Ezt akartam kérdezni, hogy úgy hallom ki szavaiból, hogy ez a találkozó nagyon hosszú időn át fogja táplálni. Tehát ez életem végéig. Tehát ezt nem lehet kitörölni, ezt nem lehet elfelejteni. Ez mindig előttem áll, mint példa, ez előttem áll, mint az emberi méltóság, a tisztaság, a hit, a remény és az erőnek a példaképe. És nagyon jó érzés azt mondani, hogy sokan bírálnak, mert hát miért ne bírnálnak, ha politikus vagyok, akkor azzal szoktam válaszolni a bírálatokra, hogy igen, az én gyarló lelkem, az is gyarló, mint minden ember lelke gyarló, de az én gyarló lelkem november 11-e óta megtisztult. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy időt szánt ránk. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek is köszönöm a figyelmet, további kellemes időtöltést, viszontlátásra!